Üdvözöllek a BME GTK YouTube csatornáján. A mai videóban összeszedtük azt az 5 kérdést, amelyet a TDK-val kapcsolatban a legtöbb hallgató szeretne feltenni, azonban sohasem meritek megkérdezni. Iványi Tamás vagyok, a BME GTK TDK titkára. Lássuk is ezt az 5 kérdést, vágjunk bele a mai videóba. A TDK több különböző dolognak is lehet a rövidítése. Hagyományosan a tudományos diák kört rövidítjük TDK-ként, és ez egy mozgalomként van itt jelen az egyetemen. Azonban nagyon sok hallgató kifejezetten a konferenciát, ami a TDK mozgalom egyik fontos eleme, hívja TDK-nak, sőt, sokszor előfordul az is, hogy a konferenciára készített dolgozatot hívjuk TDK-nak, és azt mondja a hallgató, hogy írom a TDK-mat éppen. Tehát 3 különböző dolgot is hívunk TDK-nak, azonban ennek az egész folyamatnak az egyik legfontosabb eleme az, hogy a hallgató elkezdjen kutatni egy témakörrel, utána megírjon egy hozzá kapcsolódó dolgozatot, ebben segíteni fog neki a konzulense, amelyet a témakör kiválasztásával együtt megjelöl, és ezek után részt is vesz a konferencián, azt előadja. A konferencián egy zsűri és a közönség is meghallgatja őt, és kérdéseket tehetnek fel, visszajelzést adnak a kutatásával kapcsolatban, majd utána a konferencia zárásaképpen ünnepélyes eredményhirdetést is tartunk. Ahogyan tehát említettem, a TDK konferencia zárása az eredményhirdetés, így felmerülhet bennünk az a kérdés is, hogy akkor tulajdonképpen a TDK-zás az kutatás vagy versenyzése. A TDK mozgalomnak a lényege, hogy a hallgató az oktatóval közösen valamilyen kutatási témába elmerüljön. Tehát alapvetően azt szoktuk mondani, hogy ez kutatás, ugye ahogyan szokás mondani, itt mindenki nyer, mindenki gazdagabb lesz a tudással és a tapasztalattal. Azonban természetesen, mivel a konferencia zárása az eredményhirdetés, a hallgatók egymással versenyeznek is. A zsűri minden egyes szekcióban, minden egyes témakörben, amit kialakítunk a konferencián, első, második, harmadik helyezést és külön díjakat is kioszt, sőt, a konferenciát szervező főzsűri is kioszt kariszintű külön díjakat. Ezek a külön díjak nem csak elismeréssel, de általában pénzjutalommal is járnak. Arra is érdemes odafigyelni, hogy amikor később szeretnénk tovább tanulni, PhD képzésben vagy mesterképzésben, vagy esetleg valamilyen ösztöndíjat szeretnénk megpályázni, akkor a TDK helyezés ugyancsak pluszpontot tud jelenteni, így érdemes versenyként is tekinteni egy kicsit a TDK-ra, de alapvetően ez egy kutatási munka. A TDK konferenciát a GTK kari szinten szervezi, az egyetemmel egy időben, általában novemberben. Ezen a konferencián a zsűri nem csak arról dönt, hogy kik kapnak helyezést, hanem arról is, hogy melyek azok a dolgozatok, melyek azok a kutatások, melyek azok a hallgatók, amelyeket érdemes tovább küldeni az országos megmérettetésre, az úgynevezett OTDK-ra. Tehát az OTDK pedig az Országos Tudományos Diákkörnek, vagy az Országos Tudományos Diákköri Konferenciának a rövidítése. Az OTDK 2 évente rendezik meg, 16 különböző témakörben, vagy más néven szekcióban. Ebből a 16 szekcióból a GTK-ról 6-7 szekcióba is szoktunk nevezni hallgatókat. Nem csak a közgazdaságtudományi, de a műszaki tudományi, a testnevelés és sporttudományi, a pedagógiai, a pszichológiai és a társadalomtudományi, illetve az állam és jogtudományi szekciókba is szoktunk hallgatókat nevezni, azokat, akiket a zsűri a TDK konferencián kiválaszt. Az elmúlt években számos hallgatói sikerünk is volt az OTDK-n, ami nem csak egy konferencia és nem csak egy verseny, hanem nagyon jó kapcsolatépítésnek is, hiszen az OTDK konferencián rengeteg olyan hallgatóval, más egyetemi hallgatóval tudunk találkozni, akik hasonló témakör iránt érdeklődnek, akik hasonló kutatásokat végeztek, így egymás kutatásait is megismerhetjük, segíthetünk egymásnak, és az esti programokon természetesen sok ismerkedési lehetőségünk is van. Amikor a hallgató elkezd azon gondolkozni, hogy hogyan kezdje el a TDK-zást, általában két kérdés merül fel.
Az egyik kérdés az, hogy ki lesz a konzulensem, ki fog nekem segíteni. A másik pedig az, hogy pontosan mi is lesz a témaköre a kutatásomnak. Ezt a két kérdést általában a hallgatók egyszerre tudják megválaszolni, ugyanis a folyamat itt a legtöbbször úgy néz ki, hogy a hallgató megkeres egy számára szimpatikus konzulenst, például olyat, aki korábban már tanította őt valamelyik tárgyán. A konzulensnek elmondja, hogy mi az, ami őt érdekli, ez a tágabb témakör kijelölés, és utána a konzulenssel közösen kiválasztják azt, hogy mi lesz majd a TDK kutatásnak a konkrét témaköre. Ahhoz, hogy megfelelő idő maradjon a kutatásra, illetve a dolgozatnak az elkészítésére, érdemes a témakört és a konzulenst már tavasszal, vagy legkésőbb a nyár elején kiválasztani. Ilyenkor a munka meg tud kezdődni már a nyár folyamán, és ősszel a konferenciára már egy szép kerek egész dolgozatot tudunk elkészíteni. Abban pedig, hogy mik lehetnek a potenciális témakörök és kik lehetnek a konzulensek, segítséget nyújthat a BME GTK-nak a TDK oldala is. A linket betettük ide nektek a leírásba. Böngészszétek, nézzetek körbe, ott meg lehet tekinteni a korábbi konferenciáknak az anyagait, és hogy milyen szekciókat, milyen témaköröket indítottunk korábban. Az előző kérdésben már láthattuk, hogy a TDK-zás folyamata igazából informálisan indul el, amikor a hallgató kiválasztja a konzulenst és a témakört. Ez válik igazából szeptemberben formálissá, amikor a hallgató a TDK weboldalon jelentkezik, regisztrálja az ő kutatását, illetve a megírandó dolgozatát. Ekkor szeptemberben még általában csak a címet, a konzulens adatait, illetve egy rövid leírást kell megadni. Utána októberben kell ezeket véglegesíteni, és október vége fele, november eleje felére kell elkészíteni a konzulens segítségével, a konzulens útmutatásával a TDK dolgozatot. A BMN és ezzel együtt a GTK-n a konferenciát novemberben rendezzük meg. A dolgozat elkészítése után a hallgatónak egy prezentációt is össze kell raknia, amelyet a konferencia délelőttjén bemutat. A prezentációval érdemes úgy készülni, hogy nem csak az előadást kell megtartani, hanem a zsűri és a nézőközönség is kérdezhet, akár szakmai viták is kialakulhatnak ekkor. A novemberi konferenciához és a TDK-zás folyamatához kapcsolódó határidőket minden évben a nyár folyamán a BME GTK-s TDK portálon meghirdetjük. Arra is van lehetőség, hogy valaki a következő évben is nevezzen a TDK konferenciára, azaz, hogyha folytatjuk a kutatásunkat, akkor egy továbbfejlesztett, bővített dolgozattal, vagy akár egy kicsit más témakörben, de hasonló alapokon újabb dolgozatot adjunk be. Ha tetszett a videó, kattints a like gombra, vagy iratkozz fel a csatornánkra. Ha pedig további kérdések merültek fel benned, akkor érdemes felkeresni a GTK-s TDK portált, ahol számos egyéb kérdésre is választ kaphatsz a gyíkban, illetve megtalálod azon kari kollégáknak is a listáját, akiket bátran kereshetsz e-mailben vagy személyesen is, és ők is szívesen válaszolnak a kérdéseitekre, illetve hogyha szeretnétek TDK-zni, és van valami ötletetek, akkor ide is kommentelhettek számunkra.